A miniszterelnök felidézte, hogy október 23-án megüzenték a baloldalnak, hogy nem hagyják, hogy visszarántsák hazánkat a rémálomba. Magyarországnak előre kell mennie, és nem hátra. Mint fogalmazott, erőnk és esélyeink napról napra nőnek, és kevéssel a választás előtt talán még sosem álltak ennyire jól a csillagok. Megmutattuk az erőnket, és ez meghozta az eredményt. Ellenfeleink a legmélyebb tanácstalanság állapotában és a szétesés határán billegnek. Hiába bújt a farkas báránybőrbe, a csalárdság árát most meg kell fizetni. Az üstökösnek hitt miniszterelnök jelöltjük mára csak egy földbe csapódott, kihűlt kődarab, és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. Ma együtt sóhajt az ország, micsoda szerencse, hogy most nem ezeknek a kezében van Magyarország kormányrúdja. Kijelentette azt is, hogy 200 ezerrel több gyermek született, mintha a baloldal maradt volna kormányon. Van munka annak, aki dolgozni akar, van nemzeti alkotmányunk, 1 millióval több új állampolgárunk, és mind a 15 millió magyarnak van anyaországa. A kormányfő rámutatott arra is, hogy most világosan látszik a menekültek és a migránsok közötti különbség. Utóbbit továbbra is elutasítják, és nem engednek az LMBTQ propagandának sem. A háborúról azt mondta, hogy hazánknak nem csak a déli, hanem a keleti határt is védenie kell, és minden idők legnagyobb humanitárius akciója zajlik. A veszélyek korába léptünk, nincs tere a hibázásnak, és nincs tere a kapkodásnak. Mi érdekünk az, hogy ne legyünk gyalog áldozat valaki más háborújában. Ebben a háborúban mi semmit se nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Ezért se katonát, se fegyvert nem fogunk küldeni a harcterekre. A baloldal elvesztette a józan eszét, és holtkórosan beletámolyogna egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba. A baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba. Ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy a kampány hajrájában tegyenek rá még egy lapáttal, mert a választást meg kell és meg is fogják nyerni, és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon.